weimári esztendőkben kezdett el dolgozni Bach egy szép és nemes vállalkozáson. Elhatározta, hogy azokat a korál előjátékokat, amelyeket legifjabb korától komponálta a templomi istentiszteletek céljaira, ezeket a pompás miniatúrákat, amelyek hangulataiban oly híven fejezik ki azoknak az énekeknek hangulatait, amelyektől dallamaikat kölcsönözték, összegyűjti egy kis könyvecskében, amelynek neve is ez lett, Orgelbüchlein, vagyis orgona könyvecske. E műfüzérben Bach bámulatosan sokfajta zenei eszközt alkalmaz módszeresen. Bach taníthatott volna teológiát, akkora volt a teológiai tudása. Mi orgonisták tapasztaljuk, hogy micsoda mélységeket jelent egy-egy korál előjátékban egy-egy motívum, amely annak a szövegnek valamilyen elemét zenei módon ábrázolja. A bűnesetről szóló korál előjátékban, ahol Bach, a teológus Bach megállás nélkül a dur hármasokból mód csinál. Tehát a nagy percből kis tercet. Ugye hát a mol terc az fátyolos, a dur az tiszta. Tehát a tisztából lett homályos. Nincs az a pap, aki úgy meg tudná prédikálni, mi a bűn, mint ez a korál előjáték. A nekrológ érdekes anekdótát mesél el a weimári évekből. Egyszer, amikor még Weimarban élt, azt mondta egy ismerősének, hogy bizony szentül hiszi, hogy bármit tétovázás nélkül el tud játszani lapról első látásra. Csak hogy rosszul hitte, és barátja, kinek így módon kifejezte nézetét, meg is győzte tévedéséről még azon a héten. Egy nap meghívta reggelire, és a csembaló fedelére más darabok között oda tett egy olyat is, amely első pillantásra fölöttébb könnyűnek látszott. Megérkezett Bach, és szokása szerint azonnal odalépett a hangszerhez, részben, hogy játszik, részben, hogy átnézze a rajta fekvő darabokat. Néhány perc múlva Bach a próbára szánt darabot vette sorra, és elkezdte játszani. De csak hamar eljutott egy olyan helyhez, amelynél megakadt. Szemügyre vette, bosszusan újrakezdte, és ismét megállt ugyanannál a szakasznál. Nem! Kiáltották barátjának, aki csöndben mulatott rajta a másik szobában. Nem lehet mindent eljátszani az első látásra. Ez képtelenség. Weimári éveire Bach az akkori legismertebb orgonaszakértővé vált. Az orgonavizsgálatokról készült jelentései
bámulatos alaposságról tanúskodnak, nemigen maradt olyan hiba, melyre ne figyelt volna fel. Fia beszámolóiból tudjuk, Bach hogyan próbálta ki az orgonákat. Az első tette az orgona vizsgálatkor az volt, hogy minden hangszint egyszerre kapcsolt be, hogy a teljes orgona hangerejével játszon minél tömörebb akkordokkal. Tréfásan azt mondogatta, mindenek előtt tudnia kell, hogy jó tüdeje van-e a hangszernek. Ezután tért rá az egyes részek vizsgálatára. A pedálon nem csak az alaphangokat állította elő, vagy azokat, amelyekhez a hétköznapi orgonisták a bal kezük kisujját használják, hanem igazi basszus dallamot játszott a lábával. Gyakran olyan nehézségűt, amelyet sok muzsikus még az öt ujjával sem tudna megszólaltatni. Mindenhez járult a sajátos mód, ahogy az orgona különféle hangszíneit kombinálta. Ez annyira szokatlan volt, hogy sok orgonaépítő és orgonista ilyetten nézte, hogyan kapcsolgatja be a hangszínkapcsolókat. Meg voltak győződve arról, hogy a hangszínek ilyen együttese sehogy sem hangozhat jól, és igencsak megdöbbentek, amikor ráébredtek, hogy az orgona éppen így szól a legjobban, és valami különöset és szokatlant hallanak, ami az ő hangszerelésükkel sohasem lenne elérhető. Mindez abból következett, hogy Bach töviről hegyire ismerte az orgona felépítését és hangszíneit. Minden hangszínhez a tulajdonságainak legmegfelelőbb dallamot rendelte, és általánosságban is elmondható, hogy a dolgok mélyére hatoló elméje mindent észrevett, amit új művészi kifejezésben hasznosítani tudott. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az északnémet orgonák a kor legnagyobb gépezetei közé számítottak a 16.-18. században. A csillogó fémsípok díszes, szimmetrikus homlokzata mögött sok emeletnyi gépezetben gépészmérnöki, fizikai, kémiai és matematikai tudás testesült meg. Az építészeti ismeretekről, az ács és öntőmesterségről nem is beszélve. Bach tudta, miként éri el, hogy a megrendelők és a templomi gyülekezetek örömmel és izgalommal hallgassák új orgonájukat. Szemléltetni tudta, ha még oly szokatlan módon is, hogy mi mindent lehet véghez vinni az új hangszeren. Ha éneket kísért, soha nem erőszakolta meg orgonálásával az éneklő gyülekezetet, nem vett irreális tempót, nem ritmizálta túl a korálokat. Egy dresdai újságkritikus így számolt be erről. Bach engedett az éneklő gyülekezetnek, és nem a saját feje után ment. Nagyon keveseknek sikerül úgy dirigálni a gyülekezetet, ahogy az idős mester tudta, amikor az altenburgi nagyorgonán a krédó éneket játszotta d-mollban, de a második versszakban s-mollra, sőt, a harmadikban e-mollra emelte a gyülekezeti éneket. Erre azonban csak egy Bach és csak egy altenburgi orgona volt képes. Egyikünk sem Bach, és egyikünknek sincs ilyen orgonája.
1714. március 12-én a weimari uralkodó herceg Bachot az orgonista poszt mellett a koncertmester titulusával is felruházta. Innentől fogva kötelessége volt havonta egy kórusművet írni a templomi zeneegyüttes számára. A modern német egyházi kantáta műfaja valójában 1711-ben született meg, nem messze Weimartól, a szomszédos Saas-Weissenfelsben. Az ottani karnagy, bizonyos Johann Philipp Greger megzenésítette egy ifjú lutheránus költő Erdmann Neumaster szövegkönyvét. Ezeknek a kantátáknak három szövegbeli összetevőjük volt. A bibliai idézet, a szabad költészet és a gyülekezet együttes éneke, vagyis a korál. A weimari korszakból Bachnak körülbelül 20 kantátája maradt fent.